1957. március 21-én 23 nyugállományú katonával alakult meg a Fejér megyei Honvéd nyugállományúak Székesfehérvári klubja. A szervezet célkitűzései nem változtak a kezdetek óta, csak a feladatok bővültek ki, mondja a klub jelenlegi elnöke. Vadon Gábor köszöntőjében kiemelte, nagyon fontos számukra az, hogy közösségben tartsák a nyugállományú katonákat, ápolják a hagyományokat és erősítsék a honvédséghez való kötődést. Ápolja és erősíti a magyar honvédséghez való tartozás érzését, ápolja a hadicselekmények során elhunyt katonák emlékét, őrzi a katonai hagyományokat. Felkérés alapján részt vesz a hazafias honvédelmi nevelő munkába, segíti a tájékozódást a társadalom és a honvédség életével kapcsolatos tagságot érdeklő kérdésekbe. A civil szervezet születésnapján a honvédelmi miniszter is köszöntötte a nyugállományú katonákat. Benkő Tibor kiemelte, a honvédelmi haderőfejlesztési programot azért indította a kormány, hogy a fejlesztések által visszaadják a katonák presztízsét, és ebben a munkában számítanak a nyugállományú katonákra is. És mi azért szeretnénk ezt a programot megvalósítani, hogy visszaadjuk a katonáknak azt a presztízsét, amely volt. És én mindig elmondom, hogy a társadalomban való helye, szerepe, megbecsültsége a katonának, az legyen kiemelt. Az ünnepi közgyűlés végén a miniszter elismerő oklevelet adott át a szervezet elnökének. Emléktárgyal köszöntötte a nyugállományúak Székesfehérvári klubját a város polgármestere Cserpakovics András is.